Következő előadónak pedig felkérném dr. Dózsa Gábort. Tisztelt hölgyeim és uraim, kollégák! Szeretnék... Kiváló. Én már Budakeszin lakok, de az az igazság, hogy még szívemben mindig szegedi vagyok, úgyhogy bár Németh Zoltán Ádám kollégám Szegedről mondott néhány szót, de csak néhány lényeges dátumot. Hát ugye a Tremtrén, amiről a Héj László kollégánk az előbb már beszélt, szélt ugye 2021-ben valósult meg, jelenleg így néz ki Szeged. Én nem szeretem a tömegközlekedés szót, úgyhogy én a közforgalmú közlekedést használom, és ugye a Szeged Hódmezővásárhely. Ha valaki szidja, akkor egy kicsit szidhat engem is, mert Elek István kollégával 2007-ben idején mi vittük át Lázár Jánoshoz az ötletet, és ő... Elnézést kérek. Vittük át ezt az ötletet, és nagy örömömre megvalósult, és hát volt is szerencsém részt venni benne. Ugye ez még a előzetes hatástanulmányból rész, ugye itt három felé volt tervezve, Szabadka, Makó és Hódmezővásárhely, ebből Hódmezővásárhely valósult meg, de lehet hallani már olyan nyilatkozatokat, hogy talán tovább fog lépni. Mi minden is valósult meg ezen projekt keretében, és hogyan is néz ki, csatlakozva az előző előadáshoz, de előadásom fő témája nem ez. Amiben részt vettünk, az a váltóállítás és a jelzőberendezés, mint Héj László kollégánk nagyon jól mondta, ez egy jelzőberendezés, tehát ez nem egy biztonsági berendezés, ahogy az Etele téren és az 50-es villamosnál is jelzőberendezés épült. Nem azt mondom, hogy a bölcsek köve nálam van, én azt mondom, hogy a tengelyszámláló egy kiváló dolog, de nem éppen ideális városi környezetben. Én városi környezetben inkább a Sináramkör pártján vagyok. Tény, hogy három dolog kell, hogy jól működjön a Sináramkör. Egy-egy jól meg kell tervezni, másik profi cégtől kell beszerezni, a harmadik, és talán ez a legfontosabb, megfelelően kell kivitelezni. Külföldön is, Magyarországon is rengeteg kivitelezői problémával találkoztunk. Sajnos Vásárhelyen is voltak, mióta sínösszekötéseket és egyéb kivitelezéskor történt hiányosságokat elhárítottunk, azóta lekopogom, nincsen problémánk. Ugye, így néz ki, és az a vezérlő szekrény, ami szintén már az előző előadásban megvolt. Ez egy SZIL-3-as berendezés, itt SZIL-2-es volt a követelmény, úgyhogy itt a SZIL-2-es szintet teljesítettük, ugye biztonsági PLC-keim és minden olyan funkcióval, amit egyébként már a kettővel ezelőtti előadásban is egy más berendezés kapcsán előfordult. Itt csak néhány kép a jelzőberendezés tervéről. És hát most rátérek, hogy miről is szeretnék beszélni, mert nem csak a Hódmezővásárhelyi szakaszon a váltóállító és jelzőberendezést csináltuk, hanem Szegeden a Rókusi Hurokban a felsővezeték átépítését is. Ugye egyik felsővezeték szerelő járművünk, és hát ez ugye a Rókusi Hurok forduló, ugye a plázánál. És hát milyen problémák fordulhatnak ilyen elő? Ha ránézek erre a képre, ugye ez Hódmezővásárhely nagyállomás, nagyon egyszerű a kép, van egy középfekvésű oszlop, két kitartókar, hát különös probléma nem lehet az oszloppal. Hát igen, de ugye nem mindenhol ilyen egyszerű a kérdés, ugye vannak ívek, vannak fordulók, és hát az, amikor sajnos éjszakai kép, de azt lehet látni, hogy ott elgörbült a felsővezeték, sodrony, és így tovább, egy munkagép beleakadt, és érdekes módon se a munkavezeték nem szakadt el, se a sodrony, de hát bizony az oszlop az elgörbült.
tervező megtervezte, és szépen ugye ott az előző képen már lehetett látni, hogy a régi és az új oszlop egymás mellett van, hogy akkor le kell tenni új oszlopot. Hát ugye csak előjön, hogy hát itt valami probléma van, valahogy ezzel kéne foglalkozni, mi a megoldás. Hát nem bonyolult a megoldás, hát meg kell nézni, hogy hogy terveztük meg, hogyan kiviteleztük, milyen anyagokat használtunk. És hát miután 2 évente járunk erre a konferenciára, úgy gondoltam, hogy hát ez egy nagyon-nagyon jó, ez egy jó kis szakmai kör, itt nincsenek politikusok, akik azt se tudják, miről beszélnek, itt csak szakmabeliek vannak, hogy hát akkor tartsunk egy előadást. Miről van szó? Meg kell nézni az oszlopot és az oszlopgyártót, meg kell nézni a tervezést, logikusan a talajviszonyokat és egyéb tényezőket, bár ezt a tervező ugye megvizsgálja, és hát a kivitelezés. Kivitelezésről nem szeretnék beszélni, a tervek alapján jó kell kivitelezni, és akkor nincsen probléma. Miről is van szó? Az adott oszlop paraméterei itt láthatóak, és állítólag ez egy 15 kN-os oszlop, legalábbis nekünk így lett prezentálva. Én a szigma ébredő hajlító feszültséget kiszámolom, hát ez durván 2-szer akkora, mint a megengedett feszültség. És nem beszélve arról, hogy világít ez? A középen. Nem beszélve arról, hogy én itt csak a hajlító feszültséget számoltam ki, de hát igazán itt van nyíró feszültség is, és Hubertz-Mátki-Henki képlete alapján ezt így kellene számolni, és még rosszabb lenne a szituáció. Mi is természetesen megvizsgáltuk az oszlopot, hogy hogyan is viselkedik ez terhelésre, és lehet látni, hogy már 7,5, tehát ugye 15 kN-os volt az oszlop, már 7,15 kN-nál 88 mm-es volt az elhajlás 8 méteren. Majd később látni fogjuk, hogy például a Schrader azt mondja, hogy 8 méteren 10 centi, tehát az L per 80, sokszor alkalmazok az L per 50-et, ami határ. Én úgy tudom, hogy a MÁV-nál sok esetben L per 100-ról beszélnek, tehát magyarul a névleges terhelésnél az elhajlása 8 méter magasan, vagy az adott ponton nem lehet több, mint a hosszúságnak a század része. Tehát már 88 mm volt, és ugye kiszámoltam, hogy már 13 kN-nál a 15 kN-os oszlop eléri az L per 50-es elhajlást. Tehát ez valahogy sehogy sincs rendben. Mi is itt ugye, és akkor megnéztem, hogy milyen típusú oszlopok vannak. Tudomásom szerint Magyarországon 3 típusú oszlopot szoktak alkalmazni. Az egyik ugye a Schradernek az oszlopa, és valahol ott le van írva, hogy ez a 10 cm, ami L per 80-nak felel, meg ugye 8 méteren. A másik, itt lépcsős oszlopot tettem be, Szegeden ilyen oszlopok vannak, ez egy cseh gyártó, ő neki különböző lépcsős, 8 szögletű, kúpos, i-oszlop, h-oszlop és minden kutyaféle oszlopokat gyártanak, egyébként elég jó minőségben, ahogy mondtam, Szegeden ezt használjuk. Ez szintén még egy rajz a Homutovról, és ez pedig a fémtechnikának az oszlopa, és itt lehet látni, ugyan nem olyan egyszerűen lehet látni a rajzról, hogy itt lehet látni ugye az alsó átmérőt, meg itt lehet látni az alsó átmérőt. Hát ugye azt hiszem, hogy ez egy elvileg 10 kN-os oszlop, és ennek is egy kicsikével nagyobb az alsó átmérője, mint a miénk volt, de hát valami nem volt ott rendben. Nem akarom végigvenni, természetesen minden gyártónak illik, hogy legyen statikai számítása. Ez a cseh MZK Homokovnak a statikai számítása, nem fogok ebbe belemenni, de majd mutatok egy kis statikai számítást, hogy nagyon-nagyon egyszerűen ki lehet ezt ugye számolni.
És akkor egy picit a statikáról, és elnézést kérek, nem azért beszélek róla, mert egy hét múlva nyugdíjba megyek az egyetemről, és már nem lesz hallgató, aki ezt meghallgassa, bár statikát 30 évvel ezelőtt tanítottam, bevallom férfiasan. Ugye tudjuk, hogy az egyensúly feltétele az, hogy egy adott pontra, adott testre ható erők eredője nulla legyen, és az adott a nyomatékok összege is nulla legyen, akkor sem erre nem mozdul el, és sem erre nem fog elfordulni. Ugye fölírtam síkban, ugye ott igazán két tengely irányú, meg és egy forgás van ugye a sík forgásában, ami ugye x tengely irányú forgás. Tehát ez az egyensúly feltétele, térben pedig ugye mind a három irányú erő és mind a három tengelyre vett nyomaték nullának kell lenni ahhoz, hogy nyugalomban maradjon a test. Mitől marad nyugalomban? Hát attól vannak kötöttségek, a klasszikus befogások, az a görgős befogás, a csuklós befogás, illetve a befalazás, és itt a kötöttségeket leírtam, hogy síkban melyik alátámasztás milyen kötöttséget ad, és térben is milyen kötöttséget ad az különböző befalazás. Ugye? És itt írtam, hogy amennyiben a kötöttségek száma annyi, amennyi a szabadságfog száma, tehát síkban 3, akkor statikailag határozott szerkezetről beszélünk. Ha ennél kevesebb, akkor határozatlan, magyarul el fog mozdulni, ha ennél több, akkor meg túlhatározott, úgyhogy lehet Castigliano tételét vagy hasonló disznóságokat használni ahhoz, hogy kiszámoljuk az erőket. Bár hangsúlyozom, a véges elem módszerben is igazán mindenki elemi kis tartókra bontja le a bonyolult szerkezetet, és az elemi kis tartóknál számolja ki a feszültséget. Miről van szó? Az oszlop egy nagyon-nagyon egyszerű iskola példa, egy befalazott tartó. Azért tettem vízszintes helyzetben, mert igazán a tankönyvekben így lehet megtalálni. Tehát simán befalazott tartó, és síkbeli feladatként lehet értelmezni. Természetesen, ha az eredő erővel számolok. De nincs szükség arra, hogy az összes erővel számoljak, elég az eredő erő. Ugye? Ki lehet számolni az egyensúlyi feltételekből, ebben az A pontban ébredő FA Y ellenerőt logikusan az F erővel fog ellentartani, illetve azt a koncentrált nyomatékot, ami az F erőnek ezen a hosszan való hajlító nyomatékával szemben megjelenik, ugye ez az M. A, mint nyomaték az A pontban, és a X az azt jelenti, hogy hajlító nyomaték, és hogy az X tengely, ami X tengely, az merőleges a képernyőre. Fölrajzoltam az igénybevétel ábrákat, tehát miután kiszámoljuk az ábrákat, így néz ki, ugye ez a nyíróerő ábra, végig ugyanazzal az erővel van nyírva, ez pedig a hajlító nyomaték ábra, ugye látszik, hogy a végén semmi probléma nincs, ott nulla nyomaték. Tőben, ugye mindig itt a legnagyobb probléma, ott a legnagyobb hajlító nyomaték, amit ugye baromi egyszerűen ki lehet számolni, az F erőt megszorzom az erőkarral. Ugye? És akkor hogyan is lehet számítani? Itt egy hibát elkövettem, csak aztán már lusta voltam kijelölni. Ugye az inercia nyomatéka, a síkidomok másodrendű nyomatéka, és ugye X-e, Y-nal általában, tehát szimmetrikus testek esetén, szimmetrikus keresztmetszetek esetén a súlyponti tengelyre számítjuk ki. Ugye, és itt lehet látni a képletet, hogy lehet. Ez azért rossz, mert ez sima körszelvényre vonatkozik, és nem körgyűrűre. És minket, ami érdekel, az ez a Kx, ugye jelen esetben a Kx és a Ky ugyanaz, hiszen körszimmetrikusról van szó. És a feszültséget ki tudom számítani a hajlító nyomatékból és ebből a keresztmetszeti tényező. Baromi egyszerű az ellenőrzés, vettem egy 15 kN-os névleges tér oszlopot, 8 méteren, 120 ezer Nm lesz a nyomaték, és hát ezt még fejből írtam, és lehet, hogy rosszul emlékezek, lehet, hogy ez a 8, ez csak 7,5, 8,5, és lehet, hogy föl meg 14-ig, ez a megengedett feszültség, amit a
amivel szoktunk számolni a különböző acél szerkezeteknél. Ugye a 8 az mondjuk az A38-asnak az új szabvány szerint S235-ös anyagnak felel meg, a 12,5-14 az pedig mondjuk már mit tudom, egy A80-as anyagnak felel meg. Mi is volt itt a probléma? Ugye látszik, hogy alul volt méretezve az oszlop. Ugye itt kiszámoltam, hogy a keresztmetszeti tényezőnek annak a mondjuk egy A38-as anyag esetén 1411 köbcentiméternek kell lenni a minimális keresztmetszeti tényezőnek, amennyiben egy jobb anyagot használunk, tehát mondjuk egy A80-asat, akkor ez 960 köbcentiméter is elég lenne. Ezzel szemben itt volt 718 köbcentiméter, és tudjuk, hogy megtudtuk, hogy az oszlop az az S235-ös anyagból készült, tehát gyakorlatilag a leggyengébb lágy acélból. Mi is itt a probléma? Én is, mikor az előadást készítettem, kicsit zavarba voltam, ugye egy A38-as anyag, mit is jelent, még fölhívtam a barátomat is, azt mondja, hát az deka newton per négyzetmilliméter, aztán rájöttem, hogy nem deka newton per négyzetmilliméter, hanem kilogram per négyzetmilliméterbe adták meg annak idején, és ami a különbség az új jelölés esetében, hogy ez a 370 kilopaszkál, ugye ez 9,81-en megszoroztam, így jött ki a 372 pontosan, ez a szakító szilárdság. Ezzel szemben az új anyagnak, tehát az S235-ösnek pedig a folyás határt adják meg. Ugye, ami persze beszélünk alsó meg felső folyás határról, de ugye ez itt van, ahol ugye behullámosodik az anyag, tehát rugalmas alakváltozás már átváltozik maradandó alakváltozássá. És ugye ezt föl is írtam, hogy nem folyás határra méretezünk. Az oszlopot kiszámoltuk, volt benne a folyás határhoz képest 30%. Hát ez ilyet nem szabad egyszerűen csinálni. A műszaki szakmában olyan legalább a folyás határhoz képest olyan háromszoros biztonsági tényezőt használunk, de aki végzett esetleg emelőgépes valamilyen tanfolyamot vagy emelőgép ügyintézői papírral rendelkezik, az tudja, hogy az emelőgépeknél 8-szoros biztonsági tényezőt használnak, és én úgy tudom, hogy hidaknál, de ebben nagyon nem vagyok otthon, talán 10-szereset használnak, és meg ott is sok esetben a megengedett feszültséghez képest. És akkor átérnék a tervezésre. Igazán a tapasztalataim szerint se Magyarországon, se külföldön, én dolgoztam magyar tervezőkkel is, dolgoztam külföldi tervezőkkel is, nem volt problémám azzal, hogy valami rossz terv lett volna. Természetesen vannak, akik így terveznek, vannak, akik úgy terveznek. Dolgoztam Csehországban, mondjuk az Electroline-nak a saját tervezői voltak, ott nagyon érződött, hogy ők kivitelező cég is, úgyhogy baromi jó használható terveik voltak, de abszolút a magyar tervek alapján is könnyedén lehet dolgozni, és nem találkoztam olyannal, hogy valami rosszul volt megtervezve, illetve ugye a szakma szűk, ismerjük egymást, tehát nyitottak konzultációra, semmi probléma nem szokott lenni, de dolgoztunk olasz tervek alapján is. Hát ott egy kicsit másképp gondolkodnak, de az is érthető volt, lassabban silabizáltuk ki a terveket, meg persze kicsit az is benne, hogy olaszul, tehát úgy körülbelül annyit tudok, hogy ciao bambino, meg bira moretti, és akkor lehet, hogy ezzel úgy kisfújt az olasz tudásom, meg talán még el tudok számolni 10-ig. Ezzel szemben mondjuk, mint a cseh nyelvet ugyanúgy beszélem, mint a magyart. A tervezőknek csak az alapelveit írtam le, nem akarok részletesen beszélni róla. Én azt tapasztaltam, hogy alapjában hasonló elvek alapján dolgoznak, de mégis van bizonyos különbség, és itt inkább a biztonsági tényezőkkel, vagy hogy mit számolok még plusz terhelést rá, de ezek ilyen
20-40% között vannak. Most ahhoz képest, hogy ugye mondtam, hogy a folyáshatárhoz képest egy háromszoros biztonsági tényezőt illik alkalmazni, ahhoz képest ez a 20-40% nem sok. Itt lehet látni, ugye, hogy itt van egy 30%, itt meg még van egy 1%. A másik, hogy nagyon sokszor a magyar szabvány szerint még a H-oszlopokat, meg a HU-oszlopokat veszik figyelembe, ugye azért, hogy itt írja, hogy kedvezőtlen irányba és kedvező irányba, hát ugye egy körszimmetrikus oszlopnál nincs kedvező, meg kedvezőtlen irány, az minden irányba ugyanolyan, de a HU-oszlopnál ilyen van. Természetesen a hőmérsékleteket figyelembe veszik, ugye van egy táblázat, már kivitelezéskor is ezt figyelembe szoktuk venni, táblázat és hőmérséklet alapján feszítjük meg például a munkavezetéket. Az, hogy a sodronyokat hogyan feszítjük meg, ez sokszor területileg is változó. Például az olaszok parafil köteleket használnak, a csehek nagyon megfeszítik a felső vezeték rendszert, mivel szerintem olyan közepesen sem. Sok tervező foglalkozik részletesen a talajjal, bár igazán elvileg konkrét típus alapok léteznek, úgyhogy az se róható fel, hogyha valaki a típus alapot fogja betervezni. Igen, itt még, hogy ugye nagyon sok oszlop áll, aminek már nem szabadna állnia, ugye legalábbis elméletileg, de mégis állnak. Hát ez mind annak köszönhető, hogyha túlméretezzük az oszlopot, hiszen azért amikor fölállítjuk, akkor még nincs anyagfáradás, akkor még nincs korrózió, de idővel igenis tud lenni, idővel esetleg átépítjük a hálózatot, a terhelő erő nagyobb lesz, úgyhogy muszáj, hogy legyen az oszlopba tartalék. Az, hogy egyáltalán milyen szabványokat használjunk, ugye ez általában minden szakterületen probléma, hiszen elvileg 2004 óta a magyar szabványok érvényét vesztették, és az EU szabványokat kell használni, de tudjuk a gyakorlatban, hogy ugyanúgy használjuk a magyar szabványokat, hogyha nincs megfelelő vagy jobb EU-s szabvány. És akkor, amire úgy gondoltam, hogy nem marad idő, egy nagyon pici idő maradt, az, hogy Offella Gyuri már beszélt, hogy vannak bizonyos felsővezeték problémák. Hát én ennyire nem dramatizálnám túl a dolgot, bár és nem vinném el a tudomány területére, függetlenül attól, hogy én elvileg egy kicsit tudományos ember is vagyok, sőt, még papírom is van, hogy tudománykandidátusa vagyok, meg műszaki doktor. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez egy gyakorlati kérdés. Egyszerűen be kell tartani a tervező által leírtakat és megtervezetteket, jó kivitelezőt kell választani, és a termékek gyártójának az előírásait is be kell tartani. Ha valami 25 mm, akkor az nem 15-től 30 mm-ig terjed. Ami különbség az új feszített felsővezeték rendszerek és a régi csövezett rendszerek között, hogy ezek a rendszerek sokkal nagyobb kivitelezési pontosságot igényelnek. Régen a csöveket odahajlítottuk, kicsit lassabban mentünk, és elment a jármű, ma ez nagyobb pontosságot igényel, és hát ez a kép, ez legalább számolok, hát 15 éves van, és ennek ellenére gyönyörűen látszik, hogy a szimmetrikus váltó, de az aszimmetrikus váltónál is lehet látni, hogy teljesen rendben van a dolog. Ez csak szintén egy érdekességként, ez szintén egy 15 éves keresztezés, már úgy értve, hogy 15 évvel ezelőtt készült, ez Magyarország legbonyolultabb trolibusz keresztezése Szegeden, itt 6 elektromos váltó van, és egy irány kivételével minden irányból minden irányba lehet
közlekedni a trolibuszokkal, és ez 15 éve problémamentesen van, és problémamentesen működik. És akkor, amire szintén ugye azt mondtam, hogy nem maradt idő, talán majd a következő konferencián, az az, hogy volt szerencsénk Milánóban, Olaszországban dolgozni, ezek a képek onnan származnak, ott lecsapott egy nagyon-nagyon durva vihar, platánfák dőltek ki, hatalmas platángaljak szakadtak rá felső vezetékre. Itt a jobb oldali képen azt lehet látni, hogy éppen egy kitartókart, GRP kitartókart cserélünk, miután eltört a kitartókart, tehát egyszerűen ilyen az ember nem is nagyon szokott találkozni, és három vagy négy ilyet cseréltünk, tehát nem egyedi eset. Dolgoztunk éjszaka is, nagyon jó volt egyébként, a jó fejek az olaszok, tehát jó lehetett együtt dolgozni velük, természetesen az ATM az nem a bankautomatát jelenti itt, hanem a milánói közlekedési vállalatot. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egyszer köszönöm a konferencia megszervezőinek azt, hogy lehetővé tették, hogy itt tudtunk találkozni, és gondolatokat tudtunk cserélni. Köszönöm. Amikor egy ilyen konferencián, vagy egy esetleges hiba során elmerülünk a szakma egy apró, ám fontos részletébe, akkor bennem mindig felmerül az a nagyon egyszerű kérdés, hogy a felsőleték szerelők milyen szakemberek is legyenek egyébként. Hallottuk, hogy mennyire kell érteni a fémtechnikához, az ébredő erőkhöz, milyen fontos a pontos szerelés, de ugye van egy nagyon fontos másik tulajdonsága is a felsőleték szerelőnek, hiszen a felsőletékben áram folyik, ezért az áram és feszültség tulajdonságával a szerelőnek tisztába kell, hogy legyen, fel kell ismernie a villamos veszélyeket, ezért ugye mi elsősorban a BKV-nál például villanyszerelőket alkalmazunk felsőleték szerelőnek, és mondjuk a villanyszerelők készség szintjén ezeket az erőket vagy erőtani problémákat nem nagyon ismerik fel, úgy gondolom, hogy nem is fogjuk most hirtelen tudni megoldani ezt a feloldhatatlan rejtét és problémát, hogy milyen szakember legyen a felsőleték szerelő, de az egészen biztos, hogy egy jó szakembernek a saját szakmáján kívül még néhány szakmát meg kell tanulnia, hogy el tudja azt mondani, hogy ért ahhoz, amit végez. Egy rövid szünetet fogunk most tartani. Arra kérek mindenkit, hogy pontosan akkor 11:20-ra legyen kedves visszatérni, hogy folytathassuk a konferenciát. Köszönöm szépen!